Hosszú távú együttműködést tervez a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Pécsi Tudományegyetemmel. A közös munkát egy rendezvénnyel indították Szekszárdon. Sipter Dávid, a PTL fejlesztési és gazdaságkapcsolati főosztályvezetője elmondta, hogy a program legfőbb célja, hogy a résztvevők megvizsgálják, hogyan tudják a régiót fejleszteni, segíteni. Egy nagyon fontos változás volt a Pécsi Tudományegyetemnek az életében 2 évvel ezelőtt, ez a modellváltási folyamat volt. Nem véletlen, hogy a rendezvényünknek azt a címet adtuk, hogy együtt működünk, mert úgy gondoljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem, illetve a régióban jelenlévő vállalatok, önkormányzatok, szervezetek úgy tudnak sikereket elérni, hogyha közösen összefogva tudnak dolgozni a régió fejlesztéséért. A mai rendezvénynek nem az a fő célja, hogy megnézzük azt, hogy mi a jó a Pécsi Tudományegyetemnek, vagy mi a jó a régió gazdasági szereplőinek kizárólagosan, hanem az, hogy mi a jó egymásnak, mi a jó a régiónak. Hogyan tudunk úgy együtt dolgozni egymással, hogy abból olyan értékek jöjjenek létre, ami társadalmi, gazdasági és innovációs szempontból is a régió fejlődését, az itt élő embereknek a lehetőségét, a gazdaságnak az előmenetelét tudja szolgálni. Úgy szeretnénk együtt dolgozni a jelenlévő vállalatokkal, hogy megismerjük az ő problémáikat, ezekre megpróbálunk közösen választ adni, és együttműködésekkel, akár pályázati úton, akár az egyetem oktatási tevékenységeire építve, tudományos szolgáltatásaira olyan eredményeket érünk el, amit utána tudunk kamatoztatni ezeknek a céloknak az elérése érdekében. A rendezvényt azt tavaly szeptemberben indítottuk el Pécset, ugyanezzel a címmel, a helyi kereskedelmi és iparkamarával. Most itt vagyunk Tolna vármegyében, jövő héten pedig Somogy vármegyében megyünk, ahol Kaposváron lesz egy hasonló rendezvény. Szeretnénk, hogy lássák az itt lévő szervezetek, hogy a Pécsi Tudományegyetem nem megközelíthetetlen, lehet vele együtt működni. A modellváltás óta különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra delikált egységekkel, hogy a megfogalmazódó társadalmi-gazdasági kihívásokra gyors és adekvát válaszokat tudjunk adni. Hasznosító céggel rendelkezik az egyetem, amely bárkivel szerződést kötve nagyon gyors és egyszerű folyamaton keresztül tud választ adni egy felmerülő megrendelésre, egy szolgáltatási igényre, amely bármely szervezet részéről megfogalmazódik. Mai szakmai délelőtt gyakorlatilag arról szól, hogy a Pécsi Tudományegyetem bemutatkozzon vállalkozói szemmel, rávilágítson azokra a pontokra, amiket a megyei, vármegyei térségi vállalkozások működésük során esetleg hasznosítani tudnak. Ugye itt az egyetemmel való kapcsolatfelvétel az már korábban megtörtént, csak itt ugye a Covid és egyéb gazdasági helyzetből adódóan sajnos nem tudtunk olyan rendezvényt összehozni időben és térben, ami hasznos lehet. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2023 tavaszán erre sort tudunk keríteni, és bízunk abban, hogy ez az első lépcső annak egy hosszú távú együttműködésnek az első állomása. Terveink szerint számos közös rendezvény, tájékoztató fórum és projekt generálás fog történni nem csak a közeljövőben, hanem középtávon is. És tényleg a mai nap az arról szól, hogy ugye sokak szemében, egyébként magánemberként, még az én szememben is úgy tekintek egy egyetemre, mint egy felsőoktatási intézményre, csak és kizárólag felsőoktatási intézményre. És aztán itt a kapcsolatfelvétel során kiderült, hogy számos olyan közös pont van, ami vállalkozásfejlesztéshez és gazdaságfejlesztéshez is kapcsolódik. Ugye, nyilván az egyetem is nyitott ilyen irányba, meglátta azokat a lehetőségeket, amiket ő is olyan formán hozzá tud adni, ami a térségi gazdaságfejlesztéshez hozzájárulhat.
Hornok Jenő hozzátette, hogy az iparkamara minden olyan kezdeményezést szeretne kihasználni, ami az utóbbi célokat szolgálja. Úgyhogy én nagyon bízom a program és program sorozat sikerességébe. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara jövőbeni tervei között még számos ehhez hasonló rendezvény, tájékoztató fórum és projekt szerepel.